Sok kicsi sokra megy, hirdetik a Nyíregyházi Egyetem dísztermében a Környezetvédelem Világnapja alkalmából azok a diákok, akik tavaly első, idén pedig második helyezést értek el a nem csak Magyarországra, de az egész Kárpát-medencére kiterjedő Közös Jövőnk elnevezésű környezetvédelmi versenyen. A Nyíregyházi Egyetem gyakorló gimnáziumának 11. osztályos tanulója, Kovács Levente és csapata idén az energiahatékonyság kérdéskörét vizsgálta, és arra jutott, hogy a gyakorlati kis megoldások vezethetnek el a nagy megoldásig. Nem kell mindig világmegváltásban gondolkodni környezetvédelem terén. Látszólag egyszerű, minapján beszél, már ténylegesen megvalósítható ötleteket éppen úgy díjaznak, mint azt, aki olyan ad elő, hogy 5 éven belül a teljes autóállomát le kell cserélni a világon elektromosra, és pont, hogy azt nem díjazzák, ami ilyen világmegváltó, de hogyha jó értelemben földhöz hagadt, reálisan gondolkodó megoldásokra van igazából szükség, nem álmodozásra. Az, hogy a globális éghajlatváltozás korát éljük, mára már tudományos tény, mint ahogyan az is, hogy ezt a folyamatot az emberi tevékenység idézi elő, hangsúlyozta a Környezettudományi Intézet igazgatója, aki szerint arra is képesek vagyunk, hogy változtassunk a szokásainkon. Az ember megjelenése óta számos seb ejtődött a föld felszínén, illetve a föld mélyén, és sajnos tehetünk azért, hogy a mostani állapotok ilyenek, amilyenek, tudjuk, ismerjük, viszont azért is nagyon sokat tehetünk, hogy ezen még változtassunk. Igaz, hogy nagyon az utolsó utáni pillanatban vagyunk, de még talán most sem késő, és ezért nagyon örvendetes az, hogy fiatalok és egyre több fiatal kezd foglalkozni ezzel a gonddal, problémával, hiszen ő életükért is, és a jövőjükért is ez rendkívül fontos, hogy ezeket a sebeket gyógyítsuk, és valamit vissza tudjunk fordítani a hibáinkból. A gyakorló gimnázium diákjai mellett Asztalos Anna, egyetemi hallgató, az előkelő harmadik helyezéssel tért haza, amelyért ő is rektori dicséretben részesült. Szabó György rektor azt mondta, az egyetem hallgatói számára nem kérdés, hogy a környezettudatosság része az alapműveltségnek, és ezt az egyetemen nem csak elméleti ismereteik során tapasztalják, de az intézmény maga is törekszik arra, hogy úgynevezett zöld egyetemmé váljon. Az egyetem megpróbálja az energiafelhasználását, az ökológiai lábnyomát minimalizálni. Az, hogy itt egy komplex kampusz, élhető kampusz terület, egy nagyon zöld közegbe helyezkedik el az egyetem, minimális a városi hőszéget effektus, napenergiát hasznosítunk, geotermikus energia hasznosítást irányába elindultunk, elektromos járműveket használunk, tehát próbáljuk meg minimalizálni a karbonlábnyomunkat, az ökológiai kibocsátásunkat, az, hogy nem kell nagy utazási terheléssel a hallgatóknak mozogni, itt a kampusz területén élhetnek, mozoghatnak, sportolhatnak. A rektor hozzátette, az egyetemi tananyag mellett a gyakorló gimnázium diákjai számára is igyekeznek beépíteni az élettérrel való felelős gazdálkodás ismereteit. A cél a rektor szerint az, hogy a környezetvédelem a felnövekvő generáció mindennapjainak evidens részévé váljon.